Minden évben, májusban megszervezik Hinwilben a háromnapos középkori fesztivált. Ez egy egyedülálló időgép, amely betekintést enged a pár száz évvel ezelőtti életmódról. Történelmi újjáttelepítés, felvonulás, solymászat, zene és tánc is volt. A kézműves standokon hagyományos árut lehetett vásárolni. Fakardokat, íjakat, bőrtáskákat, fatálokat és eszközöket. Ahhoz, hogy teljes mértékben lehessen érezni a fesztivál szellemét, középkori ruhákat lehetett bérelni és vásárolni. Házi állatokat is lehetett bevinni, akik számára vizet és pihenőhelyet biztosítottak a szervezők. A lovak is jelentős szerepet játszottak. Néhány lovagi tornát végignézhetett a közönség. Weiter, weiter. Wir hätten nun auf Ihre Startposition weiter. Der letzte Augenblick, um sich noch einmal zu sammeln und zu konzentrieren. Und nun gebe ich die Bahn frei. Philippios, zu Hinwil. Anritt! A középkori svájci Raidrose íjástandon versenybe immár második alkalommal beszállt a svájci magyar egyesület hagyományos íjász tagjai is. Ide, da auf der Plan, und Sie werden jetzt eine Ehrung vornehmen, und so wie ich sehe, geht es um ein goldiges Pfeil. Mehr dazu werden wir jetzt gerade vom Chef von der Redrosabschluss hören, insofern das mit gut tut, jawohl. A látogatás egy történelem a gyakorlatban, egy tapasztalat, amit nem lehet elfelejteni. Erről az eseményről a Vidék Ma internetes magyarországi újság is beszámolt.